A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A mai témánk az irodalom, vendégem pedig Bakonyi István József Atelier Díjas irodalom történész, a Csóri Sándor Társaság elnöke. Tisztelettel köszöntelek. Szervusz. Nos, hát egy kicsit vissza kell mennünk az időben, hiszen egy nagyon fontos időszakot éltetek meg a Csóri Sándor Társasággal, idestova, hogy a 4 esztendeje működik a csapat, és azt hiszem, hogy vannak olyan hírek, amelyek az elmúlt esztendő, tehát a koronavírus járványt követő időszak újra találása is fontos számunkra, meg a személyes életet, hiszen számtalan olyan kötet jelent meg az elmúlt időszakban is, ami fontos számunkra irodalom történet szempontjából is. De mielőtt erről beszélgetünk, ugye egy új programmal jelentkeztetek, Csóri Sándor versmondó verseny volt. Erről sajnos mi nem tudtunk beszámolni, de én azt gondolom, hogy a hírek alapján nagyon jól sikerült. Igen, mondtad a 4 esztendőt. Hát a 4 esztendő ugye sajnos nem annyi egész pontosan, mert a járvány miatt volt a kiesések, mint minden szervezetnél és minden program tekintetében. De hát kétségtelen, hogy utána talpra tudtunk állni, és ugyan nincsenek túl gyakran rendezvények, hiszen a feladatunk az abban nyilvánul meg elsősorban, hogy időnként nagyobb szabású rendezvényeket bonyolítsunk le, de nem annyira sűrűn, mint például a Vörös Marti Társaság, amelynek teljesen más a szerepe a város és a környék kulturális életében. Igen, hát a versmondó versenyünk volt a első nagy megmérettetés ebben a műfajban gyakorlatilag. Voltak bizonyos aggályaink, mert ugye itt összetorlottak az események tavasszal, hiszen a nagy hagyományokkal rendelkező versünnep is áprilisban ért célba. Rá egy hétre szerveztük mi meg a Csóri Sándor versmondó versenyt. A szerep itt is különbözik a két versmondó verseny között, hiszen egyrészt mi a megyében hirdettük meg a programot, ugyanakkor felső tagozatosok számára is. Így módon 20 jelentkezővel volt dolgunk a város és a megye különböző részeiről. Azt hiszem, ez indulásnak igazából nem mondható rossznak. És hát nagyszerű embereket sikerült megnyerni a versmondó versenynek, hiszen itt volt Balog Júlia, Csóri Sándor özvegye, aki a győztesnek könyvjutalmat hozott, és a zsűriben pedig Kozári Ferenccel együtt voltunk, de hát a zsűri legmeghatározó személyisége Császár Angela, kiváló Jászmai Melodér színművész volt, akivel egyébként volt már korábban dolgunk, hiszen a megalakulás után nem sokkal egy Szent István Művelődésház béli esten ő mondott verseket, miközben a Lovrek Károly vezet a Comenius kórus. Ráadásul ugye ő legenda versmondóként is. Hát igen, és Balog Júliával éppen arról beszéltünk, mikor ez az ötlet megszületett, hogy kik azok a színművészek, akik számba jöhetnek, és a többek között Császár Angelát jelölte meg, aki az első pillanatban örömmel vállalta a zsűriben való szereplést, azzal is színesítvén egyébként, hogy, és ez Balog Júlia ötlete volt, hogy a verseny előtt mondjon egy Csóri verset, és ez hogy egyfajta mintaként a gyerekek számára. És hát én azt hiszem, hogy tényleg úgy hirdettük meg, hogy egy Csóri vers és egy szabadon választott kortárs vers, aztán az egyiket hallgattuk csak meg az esetek többségében, de az esetek többségében Csóri verset mondtak a gyerekek, kicsik. Igen, és nagy kezdjárát. Igen, és ez nehéz dió, azért valljuk meg, hiszen Csóri Sándor költészete különleges mindenféle értelemben. Igen, bár érkezett olyan észrevétel bizonyos általános iskolák részre, hogy miért nem hirdettük meg alsó tagozatosoknak is. Egyébként elmondom, hogy vannak olyan gyerekversek, a Lekvár cirkusz bohócai kötetből például, amelyeket kisgyerekek is örömmel mondanak. Én emlékszem Eszter lányomra, aki annak idején a moziban megy a hold című verset mondta kívülről, és említettem is Palog Júliának, hogy milyen fantasztikus, remek gyerekversei is vannak Csórinak. Úgyhogy lehet, hogy kitágítjuk a jövőben a kört majd, hiszen szeretnénk folytatni is. Bár, Lajos, képzeld el, többen fölvetették, hogy
A nyugdíjasoknak és az iskolásoknak van versmondó verseny, de a közép generációnak, mondjuk 20 és 60 között nincs lehetőség megmérettetés. És elgondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy egy ilyenfajta nyitást is meg kéne csinálnunk, mert persze a fiatalsági a jövő, de ez kétségtelen, és nagyon örvendetes, hogy középiskolások ilyen gyönyörű versmondó versenyre vesznek részt, de ugyanakkor én megértem azokat is, akik előre haladott életkorukban is szeretnének ezzel foglalkozni. Tehát sikernek könyvethettétek el, én azt gondolom, hogy ez fontos, mármint minden indítatás fontos, arról nem is beszélve, hogy ugye itt volt a székelyföldi verstábor vezetése, és ha mennyiben jól tudom, akkor már is meginvitálta azokat a gyerekeket, akik középiskolások természetesen. Így van, Mihály, az idei verstábor. Mihály Magdi itt volt, aki ugye előző héten a általatok zsűrizett versünnepen is részt vett, és bizony a középiskolás versenynek az első három helyzetjét meghívta a nyári verstáborba. Ugye ők hozzá csatlakozhatnak az a 12 versünnep döntős, ugye jól tudom, hogy 12, mindannyian mennek, és hát mint tudjuk, nem sokára sorra került Csiki versünnep is, remélem, hogy ott nagy élmény. Ahol együtt ülünk a zsűriben, de tegyük hozzá, hogy nagyon érdekes az összehasonlítás, és neked lehetőséged nyílik majd, hogy megnézzük, mert nekem meggyőződésem, hogy ők még mindig mást, teljesen mást képviselnek már, mint az erdélyi fiatalok, a székely fiatalok ezen a versenyen. De mindegy, hát ezt majd, amikor ideje korán megtudjuk. Igen, ez a legnépesebb versünnep tulajdonképpen, amiben részt veszünk szerintem, már mint a Csíki versünnep, mert ott több száz gyerek szokott megjelenni. És ott is vannak kicsiktől egészen a nagyokig. No, tehát akkor Csóri Sándor társaság. Ugye, amikor az indítatásról kérdeztelek még annak idején, örömmel gondoltunk rá, hogy végre valakinek eszébe jutott, hogy az álmai születésű Csóri Sándor, aki nagyon sokat tett, nem csak íróként, költőként, publicistaként, de azt mondom, hogy kulturpolitikusként is a magyarságért, a rendszerváltást követően, illetve még előtte is, és méltatlanul keveset beszéltünk róla. Egyébként ez vonatkozik Csanád Imrére is, aki szintén zámai születésű. De az igazsághoz tartozik, hogy az ötlet nem tőlem való, ezt mindig elmondom, hogy Kádi Sajtó és Zsózsa barátunk, a kiváló költő és nyelvész és egyáltalán egy nagyszerű irodalom már ötlete volt mindez, de hát tényleg mellé álltunk jó páron, és nagyon fontos volt, hogy a Szent István Művelődési Házat meg tudtuk nyerni intézményi háttérül. Ugye az irodalmi közeg, ami Csóri Sándort körülvette, illetve itt Székesfehérváron is megvalósulni látszott, már adta a terveket is, hiszen ahogy az imént említetted, nem a Vörösmarty Társaság útját követitek, vagy követtétek, mármint az alapításkor is ez kiderült, hanem egy olyan csapatot építettetek, amely a Csóri életmű megismerésére alakult. Így van, említetted Csanád Imrét is, jó, hogy említetted, mert ezt a fajta kitérőt azért szerintem meg kell tennünk időnként, hiszen itt két olyan életműről van szó, amely mindkét életmű gyakorlatilag Zámolyhoz kötődik, és kötődik a szűkebb hazához, a régióhoz is, de ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy mindkét költő az egyetemes magyar költészet csúcs teljesítményét hozta létre. És hát ugye az előbb említett kettősség megnyilvánult abban is, hogy megrendeztük néhány éve azt a bizonyos emlékülést a zámolyi református templomban, amely mindkét költő életművel foglalkozik, és hát és ez kapcsolódik még a idei esztendő nagy újdonsága, hogy végre megjelent az első kiadványunk, és ez ennek a konferencián az anyaga gyakorlatilag, és ennek a bemutatójára kerül sor február 3-án, ugyancsak a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban, és hát örömmel fogadtuk akkor azt a Gróh Gáspárt, aki kiváló irodalomtörténész, a Csóri életmű kiváló kutató, egyébként írt is ebbe a kiadványba, és itt volt Vári Fábián László, aki a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatát vezeti, egyéb iránt Kossuth Díjas kiváló kárpát-aljai származású költő. Tehát ahogy mondtad is, van egy olyan szellemi körünk, örömmel mondom ezt, amely szellemi körnek a résztvevői nagyon fontos dolgokat tudnak mondani, akár a Csóri, akár a Csanádi életműről. Egyébként a személyes sorsod miként kötődött Csóri Sándorhoz, hiszen tudjuk, hogy azért bővelkedett olyan eseményekben, amely meghatározta ilyen értelemben a pályádat.
Éppen Balogh Júliával idéztünk föl sok-sok emléket, amelyek az elmúlt évtizedekhez kötnek bennünket. Tehát amikor a 70-es évek végén ide kerültem fiatal tanárként és irodalmárként, akkor próbáltam kialakítani ezeket a helyzeteket irodalmi estek szervezésében, és hát Csórival egy picit annál később ismerkedtünk meg, úgy emlékszem, de például a Szent István Művelődési Házban, amikor a Vörös Mati Társaság még a elnökségem idején több rendezvényt bonyolított le, különböző születésnapok alkalmával. Hát emlékszem rá, hogy az István terem általában tele szokott lenni, ami több száz embert jelentett az ilyen csóri esteken. Hozzáteszem, hogy azért legyünk realisták, ez nem csak a költőnek és az írónak szólt, hanem annak a közéleti embernek is, annak a hajdan ellenzéki, értelmiségi politikusnak, a nemzetleben is, hogy Vasi Géza a Vörös Mati Társaság által kiadott könyvének a címében is meghatározta, aki azért nem csak a irodalombarátokat vonzotta, hanem azokat az embereket is, akik a társadalmi kérdések iránt érzékenyek voltak, és tudták, hogy ki ez az ember. Az a nemzetpolitikai attitűd, amit ő képviselt, az ugye ma is azt mondom, hogy nagyon-nagyon fontos számunkra. Tehát kapcsolódott a személyes sorsodhoz is. Amikor viszont csapatot választottál, melyek voltak az alapvetéseid? Hiszen ha most a Csóri Sándor társaságról beszéltünk, ugye az volt, hogy nem a Vörös Marti társaságot másolja ez a csapat, hanem ugyanúgy az irodalomban, az irodalomért dolgozik, csak kicsit másként. Éppen vannak átfedések, hiszen vannak olyan barátaink, akik jó magam is, akik mind a két társaságban jelen vannak, és mind a két társasághoz kötődnek. De próbáltuk szélesíteni is a köröket, és én emlékszem, hogy a megalakuláskor számosan író és költő, irodalombarát megjelent, akik korábban kevesebbet forogtak Székesfehérváron. Hozzáteszem, te azt mondod, hogy minden alapján választottam én, de hangsúlyoznám, hogy nem rólam van itt szó csak, hiszen kiváló kollégáim is voltak, Vakler Anna, illetve vannak is Vakler Anna személyében, Jakubek Tiborné, ugye, aki a intézményi háttér biztosító háznak a vezetője, vagy éppen már említett Káli Sajtős József, vagy éppen Ocsenás Kati, ugye, aki jelenleg a alelnökünk ebben a társaságban. És itt jegyzem meg, hogy amit már sokszor elmondtam, de meg kell ismételnem, azt hiszem, hogy nem csak az író és költő és közveti ember játszik itt szerepet, mármint Csóri szemében, hanem az a népköltészet, a táncház mozgalom, a folklór iránt nem csak érdeklődő, hanem azért sokat is tevő ember, és ezért volt az, hogy igyekeztünk időnként népzenészeket is megnyerni. Igen, tehát a népi kultúra az ügynek, igen. Hát így volt Tárnok Ákos a vendégünk Zámolyon, például az elmúlt év őszén, de korábban is a Sebbő együttesre számíthattunk, vagy éppen Novák Péter is volt a vendégünk, aki ugye egyrészt megrendezte a Halálra táncoltatott lány című csóri drámát, másrészt ugye a Novák Pétert, aki ismeri, tudja, hogy mennyire szerteágazó a tevékenysége, tehát a popzenétől a folkloron át az irodalomi óriási vezetővet, amit ő átfog. Tehát ilyen személyiségek is fontosak, én azt hiszem, hogyha a társaság közelmúltjára visszatekintünk. A fiatalok elérése egy kulcskérdés az irodalom számára, és ez nyilván vonatkozik a Csóri Sándor társaságra is. Miként sikerült megszólítani a fiatal korosztályt? Hát ennek az legfontosabb területem, és ez a már emlegetett versmondó versen volt, és örömmel mondhatom, hogy olyan fiatalok, olyan gyerekek jelentkeztek, akikben érződik ez a fajta irodalom iránti érzékenység, de ez csak egy kicsi kis mag. Sokszor beszélünk arról, hogy, és nagyon nagy örömmel beszélünk arról, hogy a versünnep létrejött, hogy a Vörös Mati Társaságnak is egy ifjúsági tagozata kezd kibontakozni, de ez a legnehezebb feladat egyébként, mert azt tapasztaltam sokszor, hogy ha meg is hívjuk őket különböző megbeszélésre, utána a rendezvényeinken épp úgy nincsenek jelen, mint korábban. Hogy ezt hogy lehet áthidani? Én azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne, hogy mi öregebbek is egyfajta nyitottságot tanúsítsunk a fiatalok felé, mert tudomásul kell venni, hogy ők másképpen gondolkoznak a világról. Másképpen alakult a művészetek iránti ízlésük, de nagyon sokan vannak, hála Istennek, azok is, olyanok is, akik rengeteget tudnak a világról, nagyon tehetségesek. Őket kell valamilyen módon megfogni, de ismétlem, biztos, hogy valamit fel kell adnunk a mi
adott esetben merevségünkből, és valami nyitott lélekkel kell közelíteni szerintem feléjük. Igen, hát a jövőképről azért kérdezlek, viszont ugye a beszélgetésünk elején szóba került, hogy a koronavírus járvány alaposan megnehezítette minden társaság dolgát, nem csak az irodalmi társaságok dolgát. Ti hogy voltatok ezzel? Hát gyakorlatilag egy-két program azért online ment, de kétségkül visszavetett bennünket. Most már nem is tudom pontosan, meddig tartott ez a szünet, egy másfél év volt durván, amikor bezárultak a kapuk. Egyébként az ilyenfajta kényszerhelyzetek sok szempontból eredményesek is lehetnek, mert születhetnek olyan gondolatok, születhetnek olyan elképzelések, amelyekre korábban nem gondolt az ember. Még visszatérve a fiatalokra, az is nagyon fontos, azt hiszem, hogy a szerzőink között legyenek fiatal szerzők. Itt én például Jankó Laurára gondolok, aki programjainkon is részt vett például, mert hogy nem csak Fehérváron rendezünk rendezvényeket, hanem például Agárdon is, Ocsenás Katinak hála, vagy éppen Zámoljon, ahol nagyon jó a Salai Mihály vezette közösség, mint befogadó, a polgármestert említettem, mint befogadó tér. Jankó Laura például az ő Csóri képéről tartott nagyon érdekes előadást éppen Agárdon, és ugye ő az a író-költő nemzetékhez tartozik, akik már nem kezdők, de hát még fiatalnak számítanak. És én örömmel látom, hogy ő például nagyon fontos dolgokat tud elmondani erről az életműről, a saját költészetére tett hatásokról, és milyen érdekes, hogy ő három költőt szokott emlegetni, ebből a szempontból Csóri Sándor mellett Pilinszky Jánost, és azt a Hervai Gizelát, aki egy tragikus sorsú erdélyi fantasztikus költőnő volt. És ugye ez is mutatja, hogy egy fiatal magyar költőnek, irodalmának, meg néprajzosnak az érdeklődése, az a nyitottságot mutatja, hiszen mondjuk Csóri és Pilinszky költészete azért elég nagy különbségeket mutat egymással, és ugyanakkor meg vonzódik ahhoz az erdélyi határainkon a hagyományhoz is. Így van, a gyökere. Hiszen tegyük hozzá, hogy Jankó Laura erdélyi származású. No, tehát ez egy jó út. Jövőkép. Azt hiszem, hogy ebben a felgyorsult világban mindenképpen figyelmet kell fordítani arra, hogy a már megteremtett, amit adományként adta a fent való, meg nyilvánvaló az irodalom történész rátermettsége, az tovább fejlődjék. Vannak-e olyan terveid, amelyek a jövőben meghatározóak lehetnek? Mármint a társasággal kapcsolatban? Igen. Ugye, ahogy mondtam is, nem túl gyakran, de időnként szeretnénk a nyilvánosság elé kilépni, mint hogy ez meg is történt a múltban. Hát most közeledik nem sokára már szeptember, ugyan még csak májust írjuk. Most éppen a közgyűlésre készülünk, tehát van egy ilyen fajta hivatalos kötelezettség és az embernek, hiszen minden társaságnak május végéig be kell számolni az elmúlt évszak terméséről. De most előre gondolván az jutott eszünkbe néhány héttel ezelőtt, hogy egy olyan programot szervezünk szeptember 12-ére, hát ez egyrészt a társaság születésnapja, másrészt sajnálatos módon a költő halálának az évforduló, de ez ugye 19-ben éppen így alakult, hogy megint csak összehozni különböző értékeket. Nemrégiben Iszka-Szentgyörgyön volt szerencsém részt venni egy olyan irodalmi, zenés, táncos programban, aminek a szervezése Berki Lila nevéhez fűződik, akiről megint elmondom, hogy gyönyörűséges Csóri megzenésítéseknek a részese. Egyébként ezen a versmondó versenyen is ott volt Cserta Balázsra, és elénekelték az Anyám fekete rózsát, és hát nagyon megkapó volt a jelenlétük. Szóval visszatérve, és ott Petőfi volt a középpontban, viszont az ötletünk született meg, Berki Lilával közösen, hogy ennek a programnak egy olyan változatát próbáljuk megvalósítani szeptemberben, amelyben Petőfire is emlékezünk, és Csórira is emlékezünk. Ez az azért érdekes, mert Csóri Sándor költői pályának az első szakaszában egyértelmű volt a nagy Petőfi hatás. Van egy sajátos Petőfi képe, ennek majd utána nézzünk és megnézzük, hogy ő hogyan vélekedett Petőfi költészetéről, és ugye ez még mindig a Petőfi kézház keretében zajlik majd a reményeink szerint, de csatlakoznak hozzá remélhetőleg zenészek, énekesek, tehát ez ilyenfajta nagyszabású programra készülünk szeptemberre. A másik pedig az, hogy Péntek Imrével beszéltünk többször arról, hogy ugyancsak mind a két társaságnak a tagja,
hogy bizonyos irodalmi pályázatokban is kéne gondolkoznunk. Tehát a Csóri életművel összefüggő irodalmi pályázatokban nagyon jó példa volt egyébként a Vörös Matti Társaságnak ilyen szempontból az a kezdeményezés, hogy a Jankovics Ferenc életműhöz kötődő kötetet, füzetet adta ki nemrégiben, amelyben a Fehérváron lévő költők Jankovics Ferenc életművéhez vagy ennek az életműnek a tisztelgését valósították meg. Én nem ilyenre gondolok elsősorban, hanem esetleg, ha már a fiatalokról szót ejtettünk, akkor bizony lehetne hirdetni, és tervény szerint van is ilyen középiskások számára esetleg Csórihoz kötődő ilyen verselemző vagy műelemző pályázatokat, és persze folytatni továbbra is akkor a versmondó versenyeket, hiszen ezek mindenképpen szorosan hozzátartanak a tevékenységünkhöz. No, hát ezek fontos dolgok nyilván. Viszont nem mehetünk el szó nélkül a személyes dolgaid mellett sem, hiszen azért 2022, függetlenül a koronavírus járványtól, egy ilyen értelemben, bár termékeny irodalomtörténészként ismertünk meg, azért fontos volt neked, hiszen itt volt az arcképvázlat Bence Lajosról. Tegyük hozzá, hogy újra vendégünk volt, ez egy fantasztikus emberről van szó. Aztán a Vers és élet a Hungarovox kiadásában is megjelent, illetve a Mozaikok. Tehát ez folyamatosan zajlik azért az ilyen értelemben az élet körülötted. Tehát az íróasztalod mindig tele van. Hát igen, dolgozom rendesen, úgy érzem. A tanítást abba hagytam egy évvel ezelőtt. Éppen most találkoztam volt kollégával, és mondtam, hogy ez volt az első esztendő 46 év után, amikor nem tanítok már, nem kötöttem iskolához. Ez azt is jelenti egyébként, hogy bizonyos időm felszabadul, tehát a rendszeres folyóiratközlések azok működnek továbbra, és tehát nagyon sokat olvasok a mai magyar prózából, lírából. Tehát folyamatosan jelen vagyok, úgy érzem, a magyar folyóiratokban. Másrészt most éppen Gáspár Ferenc történelmi regényeivel foglalkozom már jó ideje, és ebből valószínűleg előbb-utóbb könyv lesz, de még nem tartok a végén. Én most fejeztem be éppen az Én Mátyás király című fejezetének az olvasását, elemzését, hiszen ebből egy regénytrilógia állt össze Gáspár Ferenc tollából, hiszen a Jánusz a Galeotto Marzio után megírta a Mátyás király történetét is. Persze a sajátos módja nem éppen a klasszikus történelmi regény stílusában és hangvételében, hanem a maga alkotó fantáziának a tükrében. Szóval ezzel is foglalkozom. Meg hát a másik az, hogy 11 évvel ezelőtt jelent meg Serfődő Simonról az a kis monográfiám, aminek egy bővített kiadása várható, remélhetőleg még ebben az esztendőben, mert az elmúlt évtizedben is azért Simon alkotott rendesen. Ez egy második bővített kiadás lesz a közeljövőben. No, tehát akkor számtalan komoly irodalmi program vár ránk a Csóri Sándor Társaságon keresztül, és érdeklődéssel várjuk az irodalomtörténész által kiadott új könyveket is. És hát működik, hiszen a Királykút is kinyit, ezt tudjuk, erről majd külön a Paletta Kultúrás magazinunkban beszámolunk természetesen. Meg hát egyéb helyszíneken is jelen vagyunk. Így van, és ráadásul nem sokára megyünk, mint tudjuk, a Csíki versünnepre. No, hát és akkor mit kívánjak? Hát, ez jó kérdés. Ilyenkor azt szoktam, hogy jó egészséget, meg alkotókedvet. Igen, ez anélkül nyilván nem megy. Meg hát egy olyan fajta közeget, amely közeg befogadó ezekre a törekvésekre. Igen, hát a háborús viszonyok között, illetve a nehéz gazdasági helyzet okán is azért van okunk aggodalomra, de én azt hiszem, hogy az alkotó ember csak figyel arra, hogy ki lába jön ebből. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, Bakony István irodalomtörténész volt a vendégem, egy kis múlt, jelen és természetesen jövőkép szerepelt a mai beszélgetésben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.